A Maros megyei múzeumból hozott anyag igazi csemege a festészet, a művészet kedvelőinek. A cél, hogy ismertessék, népszerűsítsék a nem mindennapi örökséget. Fontos, hogy az itt élő közösség is tudomást szerezzen arról, hogy milyen kincsekkel rendelkezik Székelyföld, hangsúlyozta Sós Zoltán múzeumigazgató. Azt szeretnék, hogy a magyar festőóriások alkotásai éljenek és szerepeljenek a különböző kiállítások során, emelte ki Sós. Székelyföld legjelentősebb festészeti gyűjteménye és egy olyan fontos kulturális örökséggel büszkélkedünk ma a Székelyföldön, ami páratlan. És azért is tartottuk fontosnak, hogy eljöjjön ez a kiállítás Székelyföldvárhelyre, hogy ismertessük, népszerűsítsük, hogy milyen kincsekkel rendelkezik a mai Székelyföld. Ez mellett persze az is fontos, hogy az Udvarhelyi Múzeummal mondhatni egy évtizedes kapcsolata van a Maros megyei múzeumnak, vagy még régebbi kapcsolat, ami több kiállítás kölcsönzése. És hát ugye egy ilyen festeti kiállításnak a kölcsönzése, vagy idehozatala, az elsődleges feltétel az a kondíciók, hiszen itt mivel nagy értékekről beszélünk és különleges munkákról. A magyar festészet remek művei válogatása Kultúrpalota kincseiből című kiállítás olyan festő óriások munkáit tárja a nézők elé, mint például Munkácsi Mihály vagy éppen Feszti Árpád, de a teljesség igénye nélkül említhetjük még Ferenci Károlyt és Vaszari Jánost is. A Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese a megnyitón azt mondta, a tárlat európai jelentőséggel bír. És hogy ez tényleg nem egy holtanyag, nem csak Marosvásárhelyen volt megtekinthető az elmúlt 100 évben, hanem ez egy aktív és folyamatosan újra alakuló és jelentőségét újra és újra megmutató kiállítás, ez azt mutatja, hogy amikor már lehetett kölcsönözni Erdélyből, Romániából, Budapestre kiállításokra, a Vaszari Állam vagy Vaszari János gyűjteményes kiállításán szerepelt az Ádám és Éva, Ferenci Károly állat vagy gyűjteményes kiállításán a Keresztlevétel és a München Magyar Művészek bemutató, München Magyarul című tárlatunkon is több képet kértünk kölcsön erről a tárlatról. A kiállított munkákról tudni kell, hogy az első világháború után úgymond Romániában ragadtak, majd az 1945-ös államközi szerződéssel rendezték a jogi helyzetüket. Az alkotások nem kerülhettek vissza Magyarországra, itt maradtak, ránk maradtak. Felbecsülhetetlen ennek a gyűjteménynek az értéke, éppen ezért egy kimagasló jelentőséggel bír ez a kiállítás az udvar közönség számára is. Itt van Székelyföldvárhelyen, nem kell elutazni más galériákba, nem kell elutazni akár a közeli Marosvásárhelyre, hanem április 15-ig nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy kimagasló magyar festőket, Munkácsitól, Pál Lászlón keresztül, vagy olyan személyeket, akiket legtöbbször csak katalógusból lát az ember, vagy nagyobb galériák gyűjteményeibe, ezután itt a Haberschmidt villában is elérhető az udvarhelyi közönség számára. Az alkotásokat eddig Marosvásárhelyen kívül az országban sehol nem állították ki, most viszont a Bernádi örökség egy jelentős részét hozták el udvarhelyre. A Maros megyei múzeum vezetősége azt szeretné, ha más múzeumok részéről is mutatkozna igény a nem mindennapi tárlat iránt, szeretnék a többi székelyföldi múzeumokba is elvinni. Érdekesség, hogy még itthon soha, addig Magyarországon az elmúlt években részlegesen vagy teljes egészében már számtalan alkalommal kiállították az anyagot.